Karácsony közeledtével több helyen is megkezdték a fenyőfák árusítását Székesfehérváron. A ruháspiac mellett zalai termelők árulják a fákat. A tavalyihoz képest valamelyest drágultak az árak, ez az idei aszályos időnek és a hirtelen jött fagynak köszönhető elsősorban. A lucfenyő körülbelül 2000, az ezüst 4, a norman 5-6000 forintos méteráron kapható átlagosan. Főleg a pénztárcát nézik az emberek. Sokan szeretnének ugye tartós fenyőt, ami után keveset kell takarítani, vagy szinte semmit sem. Úgy veszük észre, azért talán nem csökken a kereslet a normand fenyő után. Persze a fenyőfa végső ára mindig az alkudozást követően alakul ki. Alacsonyabb, illetve magasabb is lehet a meghatározotthoz képest, a fenyőfa formájától függően. Ez pedig már egy másik helyszín, itt árulnak gyökeres fenyőt is, ezek egyre divatosabbak az idei évben, az áruk körülbelül 6 és 8 ezer forint között mozog. Az itteni árus a város melletti faiskolájában vágta ki a fákat, itt 8-10 ezer forintos méteráron árulják a legdrágább fenyőket. A sláger ebben a vásárban is a normand fenyő minden évben. Évek óta a normand fenyők a legkeresettebbek, ezek viszont tudni kell, hogy nagyon-nagyon lassan nőnek, ezért egy kicsit húzósabb az áruk. A fenyőfa árusok bizakodóak, mint mondják, ismét divatba jön majd idén a valódi fenyő, mert a korábbi műfenyőt vásárlók már megunták vagy megelégelték a régi fájukat, és inkább az élő, illatos karácsonyfát látják majd szívesen otthonaikban karácsonykor.